Sziasztok! Már egy nagyon rövid Goethe idézettel szeretnék nektek egy szép napot kívánni, mert így szól: Dúrjad a havat, basszam meg anyádat! Buáj! Hé, próbálj nem leszopni senkit, amíg elérsz a parkolóba, jó? Hé, te, gyere csak vissza! Buáj! Hogy négy szerzett akkor vezetési rutint? Rutint? Hát, nem kell ez rutin, ez benne van az ember vérében. Buáj! Fogja be a pofáját! Mi az, hogy fogjam be a pofámat? Azért, mert egy vénszatyor, azért... Hallgass, egy ócska kis kurva! Hallgass, hogy nem! És itt már a határbéka, geci! Tagadj, migráns! Buáj! De én nekem, mert két cicim van és nő vagyok, ezért kevesebb a bérem. Nem így van. Buáj! Hogy csak a Pócs János? Hát jó van, hogy a tyógyan csak úgy így van annyira. Mert télen nagyon hideg van, nyáron meg nagyon meleg van. Tényleg baszki. Buáj! Mi ez a bajusz? Bárki lehet a jelölt, csak ne bajuszos legyen, bazd meg! Erre ott lóg a kibaszott bajusz, az összes villanypóz... Buáj! Tanulmányozom a Bibliát is. Akkor vagy te, bassza meg! Buáj! Buáj! Ezt meg kell inni. A kurva szádat! Húha! Hú, bassz meg! Buáj! Kellett volna a sostól egy büdös nagy pofon, ami akkor elcsattan az arcomon. Buáj! Gyertek ki, fogd meg, fogd meg, gyere! Buáj! Oda mész egy random csajhoz, és így mondod neki, hogy szia, lehet, hogy nem ismerjük egymást, de nem ugorhatnánk a harmadik randihoz, és így megkérdezi, mi az a harmadik randi, mondod, kimegyünk, azt leszopsz a kocsiba. Buáj! A hangszigetelés is egészen különleges. Buáj! Ki volt Magyarország első királya? Mátyás királyunk volt ez. Igen. Nem, az államalapító ki volt, aki a kompányt négybe szedte. Szent király. Buáj!